és arra fordítani az energiát, hogy
hogy másokon segítsen ezáltal saját magát, és saját magát is gyógyítja. Jelenleg itt tartok. Ez azt hiszem már a igen, a harmadik rész közepénél, ugyanis az írónő négy részre osztotta fel a könyvet: a börtön, a szökés, a szabadság és a gyógyulás címmel ellátva. A magyar származású dr. Edith Eva Eckert 1944-ben családjával együtt a nácik haláltáborába, Auschwitzba deportálták. Ma klinikai pszichológus a kaliforniai La Jollában, illetve a kaliforniai egyetem oktatója San Diegóban. Emellett az amerikai hadsereg és haditengerészet tanácsadójaként tűrőképességi tréningeket tart, és segíti a katonákat a poszttraumás stressz legyőzésében. Számos tévéműsorban szerepelt, többek közt az Oprah Winfrey Show-ban, illetve a CNN külön kiadásában, amely az auschwitzi tábor felszabadításának 70. évfordulójára készült. Ezen kívül főszereplője volt a Holland Nemzeti Televízió holokausztról forgatott dokumentumfilmjének is. Rendszeresen tart előadásokat az Egyesült Államokban és külföldön. Nem is szeretnék erről többet beszélni, mert valójában tényleg egy lebilincselő történet, és olvassátok el, ha tudjátok, mert garantálom, hogy csak adni fog nektek ez a könyv. És milyen érdekes az élet maga. Apróság, de én így rácsodálkoztam a mai nap során, hogy nem tudom, mennyire látszik, hogy a körmöm most jelenleg háromszínű. Egy ilyen lilásabb, egy rózsaszín és egy teljesen átlátszó szín. Ez azért van, mert betértem egy üzletbe, ahol vásároltam három körömlakkot. És annyira megdöbbentem, mikor hazaértem, kivettem a táskámból a könyvet, és mellé raktam a körömlakkokat. Ugyanis nem tudom, hogy nálatok van-e ilyen, hogy így összeérnek életetek különböző területei, még ha csak apróságokban is. De gyakorlatilag sikerült megvásárolnom a könyv színeit körömlakban. És amikor ilyen párhuzamos harmónia alakul ki két életterület között, akkor én nem tudom, ezt ilyen nagyon jóleső érzéssel fogadom. És ki is próbáltam őket. Számot
látjátok, a körmömön is teljesen áttetsző. Ez csak a mennyiség miatt van, amennyi az üvegcsőbe belefér. Hát ezzel a kis rövid videóval terveztem jelentkezni mára, úgyhogy remélem, hogy további szép napotok lesz, és